2014. január 12-e Gödöllő, Phoenix Kupa, U11-es korosztály. Első csoportmérkőzésen Mészöly Fatisuli Gödöllő, narancs megkülönböztetőben a Mészöly Fatisuli, fehérben a Gödöllő, a hazai csapat. A hazai csapat megszerzi a vezetés 1-0. Fatisuli 1-1. És Vágyi Vili érkezett jó ütemben. 2-1-re vezet a Mészöly Fatisuli. Marci! 3-1. Thank you.
Nem foghatod meg. Szedjük össze a labdát. Gyerünk, Zalán! Szép, Zalán! És közé... Jönünk, Andris! Tehát a kapus szöglet lesz. Gyerünk! Kettőre jönnek föl. Hazai szögletrúgás következik. Következő csapatok készülődik az alpályára, a csoportban elkezdődik. Nem veszítjük el hátul. A B csoportban Cseppernek kellem mérkőzés megy most el. Gyerünk! A parancs. A parancs ütjeit. Szép volt, Benyi. 4-2-re vezet a Mészre. Zilahi Bence a gólszerző. Tegyük meg oldalra. Így van. Kapufára tölt a kapus. Marad a 4-2-es, mérkőzés. Mérkőzés hajrájában járunk. 13-2-esek a mérkőzések. Rövid idő alatt kell nagyot alkotni. Nem néztél föl, Zalán. Közérdekű tanám, ugye a kisvárosaink, a sportszeres, a csapka, a keszkésár, törölköző mindenünk futballal kapcsolatos. Szép volt! Még lehet, de ezt már nem. Távoli lövés, ha jól láttam, ugrott ki Andris. 5-2, bevezetem és folyamatosan a képeket, a fogad valami csapatképeket is lehet oda is menni a kollégákhoz, ha meg tetszik valamelyik kép, ott lehet alkudozni. Nagyon készségesek a kollégák. És természetesen a büfé is már sok szeretettel továbbos a vendégeket, a felnőtteknek, itt a sátoron belül pedig természetesen sok finomság, üdítő, valami szendvicsök, csokiroki mátmai, hiszen számunk ingyen, és menek fel természetesen, tehát nyugodtan fáradjanak oda. Talán az utolsó percemért körvésen, 5-2-es mészői vezetés. Gyerünk!
felé. Véget ért a mérkőzés. Mészői Focisuli Gödöllő 5-2.